Hello, üdv mindenkinek! Kitaláltam egy olyat, hogy csinálnék egy ilyen tier listes dolgot, és gondolkodtam, hogy miből lehetne tier listet csinálni. Aztán kitaláltam, hogy hát ott az Elden Ring. Igazából a csatornán csak az volt végigjátszva, szóval abból lehetne valami jót. Hát, és gondolkodtam, hogy hát csak mindenki csinál ilyen boss tier listet, hogy mennyire volt jó a boss, meg a területekről, meg a fegyverekről kategorizálja, ugye beosztja, hogy milyen tier, milyen kategóriát érdemel szerinte. Gondoltam, kipróbálok valami mást, mondjuk, hogy Elden Ringbe megnézzük, hogy ki a legjobb női karakter. A best Elden Ring waifu. Kezdjünk is bele. Itt van mindenki, összes női karakter, lehet valami kimaradt. Ha valami kimaradt, akkor az szarügy, akkor az kimaradt. Az első jelöltünk potenciális waifu, Roderika. Itt fogjuk először Pinterestbe, mert ott tök jó képek vannak. Roderika, itt is van. Hát ez most miért van itt Rani, meg Izi, Mikéla, hát ez érdekes, de hát ő itt Roderika, hát ez egy fanart, ebből nem sokat tudunk. De alapjáraton ő itt, ő Roderika. Ott is egy komment, hogy she's so, such a cutie. Nagyon csinos, hát nem is tudom, hát ez olyan egyszerű, olyan kis visszahúzódó féle, olyan szűzszerű. Nem tudom, az sok mindenkinek bejön lehet, de hát ez... De... Mi ez? Ezt át lehet írni? Azt írjuk már, az S. Mi legyen? S, mint... Sexy wife. Jó, így jó lesz. Oké. Ez a top tier. Ez es. A sexy wife. Oké, és befejeztem, mert a mi legyen az a? Legyen asszonyom lehetne. Jó. B. Bassza meg. Azért meg bassz. Ja, jó, tudom én. Azért. Nem rossz. Kicsit visszafogottabban. Nem kell olyan durvát. C. Mi a C? C, mint csöves bánat. Jó. Legyen így. D, mint delehájnám. Jól írtam. De lehány nem. Jó lesz így. Mindegy. Na! Indulok Roderika. Hát Roderika. A kis piroska. Jelmetne, lehetnénk cosplay. Hát a cosplay az viszonylag olyan izgató dolog, nem? Szóval piroska cosplay. És akkor mi lennénk a nagy farkas? Értitek? Hát... Ez... Nem tudom. Annyira...
nem fogott meg benne semmi, nagyon. És én se fognám meg nagyon benne semmit, vagyis hát egy közép kategória, ez egy B. Roderick, hogy B. Ez mi a faszom? Ez a Dan Gitter? A kaki érve mi a faszt keres itt amúgy? Hát ő... egyértelmű. S. Hát... megeszi a kakit. Hát... nem is értem, hogy ez hogy lehet jelölt, a Dan Gitter. Hát... szóhoz se jutok, hát... telehánynám, baszki. Hát undorító a Dan Gitter. Hát tudjátok, mit csinál a Dan Gitter a játékba. Megöli a embereket, azt jó telegempázza. És gusztustalan. És azt mondja neki, ez a szent küldetése, hogy telegempázza a hullákat. Hát egészségére. Hát ez undorító. Ki akarja, hogy holtan telegempázzák? Hát én nem akarom, szóval ez egyértelműen egy legalja kategória. Hát. Na, szölön. Elden Ring szellem. Két, igen, jó. Hát ez Rani. Itt hiába akármit írsz be, Rani, ez is szellem. Maszt nélkül ez szelen. Hát, érdekes. Érdekes ez a szelen. Selena Gomez. Igazából nem is olyan csúnya. A szelen. Selena. Jaj. Na, hát ő... igen, alapjáraton ilyen maszkos, varázslós, gondolkodós póz. Minden, oda néz. Hát, azért... Selena Gomez. Hát, Selena. Hát itt mondjuk nem olyan jó. Ez már jobb. Hát, ne döntsünk a sorsáról. Selena Gomez. Selena. Selena. Szelen, ja. Hát ez is egy B. Bassza meg, azért nem rossz a Szelen. Most azt nem tudom, hogy most Roderika elé vagy utána rakjam. Valami azért jobban megfogott benne, mint Roderikába. Nem tudom miért, de valamiért jobb. De ez ki a bánat, ez itt? Hogy hívják ezt? Mondjad már. Irina. Irina. Hát erről nem nagyon van kép. De itt van mondjuk. Jaj. De ez hihetta. Az a tesókája, nem? Ja. Az a testvére. Ez itt Irina. Valk, akit kinyírnak egyből. De hogy ugyanúgy néznek ki, hát ezek ikertestvérek. Hát most... Istenem. Ez mi? Kösz itt a legolázba az meg. Irina. Hát Irina. Az a baj. Hamar meghal. Nincs benne semmi különleges, és még vak is. Mondjuk van benne. Mindig próbálom úgy megközelíteni, hogy keresek valami szexi faktort a karakterbe, és hát Irinában azt találtam ki, hogy mi a vak, lehet, van az a jó kis játék, ez a szájbaldogatós tőled, és akkor nem lát, ugye, és akkor ki kell találni, hogy mit adsz a szájába például, és akkor játszhattok, hogy akkor belerakod a bécsi kolbászt, vagy gyulai kolbászt, ha Gyulának hívnak, hát engem nem Gyulának hívnak. Szóval, hát nem tudom, ez a játék mennyire ad a szexiségéhez egy karakternek. Hát nekem ez egy csöves bánat, a Irina. Vak is, hogy főzne,
hogy mosogatna vakon, hát mondjuk jó érzésből is lehet mosogatni, meg főzni, de hát azért most gondolj bele, főzni kávét, ezt véletlenül rossz üveget vesz le a polcról, aztán teleszórja a kokainnal, vagy már akinek van olyanja. Hát ez egy cég, nem túl potenciális jelölt szerintem. Ez ki a faszom ez? Úristen. Hát ez meg ki a geci? Az izé. Hogy hívják? Tarnished Eater. Nem tudom a nevét. Tarnished Eater. Na. Hát. Mesmer. Ez Mesmer lenne? Itt van. Ez az. Anesthesia. Anesthesia. Nem értem, mi van. Mostában mindig fölveszem ezt a maszkot, azt elkezd fogyni az órom. Ez ilyen, meg van átkozva. A nátha maszk. Bazd meg, kell vegyek egy újat. Hát ebből most mi a faszomat vonjak le? Ez most miért lenne nekem jó jelölt? Most egy őszintén. Van egy kibaszott nagy hentes bártya, vagy mi a faszom ez? Hát a ruházata, borzasztó, felháborító. Egyszerűen és meg is eszi a tarnisdokat. Hát most... Hát, mert hogy eszi meg? Megeszi? Vagy... Hogy ez hogy érti? Szeret szopni? Vagy mi? Nem tudom. Nem tetszik. Ez egy csöves bánat. Szerintem ez egy csöves bánat. De valakinek tetszik, akkor a sajnálom. Ki a kövi? Ki ez? Ó, fia, Szófia, Szotki, a... Ja, bocsánat. Elden Ring, fia. Fia, oda nézzetek, úristen. Hát ez itt fia. Ez a nekrokurva. Vagy hát azért fia. Biztos fiatalon vesztette el a... Ja, na jó. Muszáj volt hülye szóvicémet elsütni. Hát nem tudom megállni az a helyzet. Én próbálok mindig megállt parancsolni a számnak, de hát... Nem igazán működik. Na, Szófia, fia. Hát... Most nem tudom most ez, hogy... Hogy pontozzam le őt, hát... Kinézetre... Hát... Nem tűnik csúnyának, az az igazság. Szőke is, hogy jól látom, az egy jó dolog, az egy jó pont. Na de hát, Szófia, vagy fia, sztori szerint ő egy kurva, egy szajha, egy prostitúlt, valami hülye szót akarok kitalálni, ami jól hangzik, de hát több-kevesebb sikerrel. Prostitulált. Ez jó, ez tetszik azért. Prostitulált. Na, az a lényeg, hogy ilyen halálos ágy társő, és a öregekkel kúr. És ez neki a lényege. Azt mondják, hogy ha a halál a pillanatában egy ember baszik, akkor az átadja a élőnek a utolsó élet energiáit. És ez jó. Hát, ha belegondolsz,
valamiért fia azért nem rossz jelölt, mert tegyük föl, megöregszik az ember, és ráncos lesz, lógni fog mindene, és ráncos lesz a farka is, akkor fia az hozzá van szokva, igazából ő nem, nincs az, hogy fúj, úristen, jaj. Ne, nem lesz ilyen, és ő egyből megkéred, egyből mélytorok, meg minden, szerintem. Ezért fia azért magasat lép a ranglistán, én szerintem. Viszont belegondolni abba is, hogy hány halott fallos is járt benne már, ez kicsit így visszataszító lehet valakinek. De hát én egy A-t adnák fia, fiának, igen. Fia. Hát ő egy A. Egyértelmű. Ez így szerintem megállja a helyét. Nos, következő. Millicent. Elden Ring. Millicent. Mini centiméter. Ő vajon bukik a centiméterekre? A millicentiméterekre? Úram, atyám. Hát amúgy van benne szépség, értékelhető, nem néz ki rosszul, jó a stíl, sárga szemek, vörös haj, hát nem rossz, nem rossz, nézzünk többet. Na itt már elrontottak a dolgokat. Hát, ez egy fanart. Hát, félkarú, az a baj, jó lenne, nincs az a baj, hogyha valaki félkarú, csak hát azért jobb, amikor két kézzel fogják meg a dolgokat, nem? Hát, mondjuk hát protézise van, tehát egy protéziskar, nem tudom az mennyire izgató valakinek, lehet nagyon inkább izgatóbb. Hát én nem tudom, basszus, Millicentet én hova rakjam? Mert amúgy nem az a... nagyon kiégett ribanc feje van. Ami nem rossz igazából, az nem, nem baj, sose baj. Hát, nehéz kérdés. Milli centimétert, hát... bassza meg! Azért nem rossz. Hova rakjuk? Roderika előtt vagy után? Szelen előtt vagy után? Középre? Vagy... hát... nem tudom. Itt jó helyen van. Roderika után. Ez mi? Ez a Finger Reader krón. Azt a kurva. Finger Reader. Nézzük meg így kiadja. Úristen. Jézusom. Ez így a vénasszony, aki adja izét a Shrine-ba, vagy hol a Runtable-be lehet kivenni a boss fegyvereket tőle. Illetve jósol is még valahol vannak hasonló olyan lények. Hát ő csak ezt egy képet találtam. Így néz ki. Nézzünk Google-be is. Elden Ring, mi az Finger Reader Chrome is van. Itt van. Ez mondjuk lehet, hogy egy jobb kép róla. Előnyösebb. Ez tök jó Insta kép. Fúha! Azért... hát nézzétek meg azokat a szemgödröket, azért oda lehet bele ezt a spejzolni pár debreceni kolbászt. Fúj, jaj, úristen.
Hát nem tudom, ha megfigyelitek még azt a botot, hogy fogja, milyen ezért gyakorlati assan, milyen látszik rajta a sok év rutinja. Ez tudja, hogy kell megfogni a botot. Hát mit tudnék még pluszba fölhozni? Hogy tudnám ezt fényezni még? Hát nézzétek meg azokat a lábakat. Hát, úristen. Jaj. Hát ez be is zárom. Hát ez egy undi. Nem tudom, a dangíterni azért talán azért jobb. Egy fokkal. Nefeli Lou. Következő. Ellen Fing. Nepeli. Hát. Ő itt Nefeli. Nefeli Lou. Hát. Kicsit izmos. Úgy néz ki, mint egy izmos cigánylány. Hát... Nem tűnik méretes egyetnek. Arcilag is... Hát... Nem tudom, itt ezt jobban látjuk. Amúgy nem rossz, így közelről, föntről. Hát, nagyon izmos, bazd meg. Nem szeretem, mikor egy nő izmos. Azt szerintem undi. Ajjaj. Hát, ne fölé. Hát, nem tudom. Bassza meg nem rossz. Azért, hogy elmegy. Nem az a... Kicsit olyan arab beütésű van. Az tud szexi lenni, az nagyon. Hogyha... De az a kinyúlt test... Jaj. Hát ez... Borzalom. Felháborító. Ez egy tó, ami föl van. Meg van háborgatva. Felháborító. Azt a kurva, azt tudjátok melyik? Ellering Ria. Na ezért a képér már eskategóriát érdemelne. Hogy miért? Hát... Nem tudom. Ez borzalmas. Itt van amúgy ő kígyó formában is, hát nem is tudom. Az a baj, még egy kígyó, két kígyó nem fér meg egymással, ugyebár, hát két kígyó azért, nem tudom, nálam nem összeegyeztethető, de hát ki tudja. Hát, igen, olyan nagyon púpos, olyan görnyet. Hát... Ez sajnos, sajnálom, de ez egy csöves bánat kategória. Hát és... Ja, sajnálom, de legalúra. Renala. Ez miért itt van Rani? Mert nem hiszem el. Na, Renala, hát... Fúha... Nehéz... döntés. Mert amúgy nagyon hülyén néz ki a ruhája. Valami borzalmas. Borzalmas. Gusztustalan. Hogy... De amúgy lehetne jó. Úr, vagy ha... Oda nézzetek.
Hát ez is olyan fogyatékosnak tűnik. Nem tudom. Nehéz döntés. Renala. Nehéz, nehéz. Hát. Hova tegyelek? Téged. Bassza meg, azért nem rossz. Hát, mondjuk az ruha biztos jobb dolgokat rejt, mint Nefeliné. Szóval ez ideális szerintem. Jaj, bazd meg, hiatta. Hát, de ugyanaz. Elden Ring hiatta. Na. Uha. Azért bekapja a golyót. Mondjuk ő is fog, vele pont el lehetett volna játszani, hogy kérek egy sabriri szöllőt, tudnál nekem hozni egy sabriri szöllőt, és akkor előveszed a zacsidat, és akkor bele a sabriri szöllőt a képébe. Hát ez, igen, ez mondjuk érdekes játék. Hát, nem tudom. Legyen jobb, mint Irina. Vagy, hát azért a sabréli szöllős története miatt jobb, mint izé, de a csöves bánat, vagy hát. Én őt följebb rakom. De csak a szöllők miatt. De mondjuk vele is el lehetett volna játszani, hogy szöllőt adsz. Mindegy, hihette az, hihette. Jobb a neve, vagy nem tudom, nem jobb. Jó, ott maradsz. Örüljé. Csak azért, mert jó kedvem van. Rani, gondolkodás nélkül. Rani, azt mondja, Rani, az Rani, bazd meg. Hát nézzétek már rá. Hát mi a fasz? Rani, hát mondjuk ez pont nem jó. Itt elég fiatalnak tűnik, de hát mondjuk nézd meg. Rani, az fullos. Az 10 per 10-es. Négy kéz. Négy kézzel már mindent meg lehet fogni, amit kell. Egy kéz, egy gömb alakú tárgy. Másik kéz, a másik gömb alakú tárgy. Harmadik kéz, egy rúd alakú tárgynak az alja, aztán a negyedik kézzel pedig a rúd alakú tárgynak a teteje vagy a közepe, azt is változtatni is lehet, inkább a közepe. És akkor mindegy, nem megyek bele. De Rani az nem csak azért. Hát nézzétek már, kék. Hát, vagy fehér. Fehér. Ja, nem kék. Hát jó, de Rani az fullos. Hiába. Hát nézzétek. A legjobb karakter. Nem került máshova. 100%-es tír. Nem tudok róla jobb képet. Tehát Rani az azért oda kúr. Hát jó, mondjuk itt nem a legjobb a formájában van. De mondjuk alapból így néz ki, egy bábú. De hát azért ez is nagy dolog, hogy egy bábú. De mégis ő a legjobb. Hát Rani az Rani. Sajnálom. Ez így van. Hát próbálok keresni valami jó képet. Oda néz. Hát vannak hibák, de hát na. Akkor is Rani, hát na. Es.
Ez van. Ki ez? Melina. 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 Úristen. Hát azért... Melina azért nem szarozik. Amúgy... Törült feje van itt, de hát az Imelina nem rossz. Most oda néz. Ezt, mintha már látnám magam előtt. Hát, most fölülről, lefele, fölnéz, ugye ezen a képen. Hát ezt így gondolom már mindenkinek lejátszott a fejébe ez a pillanat, hogy itt mi fog történni. Mi fogja beteríteni így arcát, hirtelen. Hát fúj. Szóval én most gondolkodom. Őséges. Nem olyan jó, mint Rani, de S kategóri. Ez mi ez? Jaj, ez a izé, ez a farkasos, a Elden Ring, Latina. Azt te. Na most mi van erről? Nincs kép. Nem így hívják? Hogy hívják? Latina, nem? Halatennának hívják. Hogy hívják? Nem. Latenna, azaz. Ott van. Eljárt. Úristen. Jézus Krisztus. Hát ez fájdalmas. Húha. Hát én bajba vagyok, mert ennél rosszabb kategória nincsen. Mert jó, azért annyira nem durva a helyzet, de hát... Jó, mondjuk... Azért... Hát... Ja... A csöves bánatok legalja. Mindenki lába sincsen. Mondjuk legalább mindig nem tud elszaladni. Hát ez egy C. Igen. C. Nézzük, Malenniát. Malennia. Hát itt mondjuk Csini, de ez egy fanart. Blade of Mikela. Oda nézi. Oda nézi. Mellesleg nem rossz. Ez egy jó kép. Oda nézi. Hát van ennyi azért? Azért ott van. Én azt mondom. Hát oda nézi. Ez már rothadt változatban. Ezt már néztük. Hát... Egyedi, az biztos. Hát nem tudom. Annyira nem. De jobb, mint fia. Ez A. Ma lenni A. Ennyi. Fúj, ebből kilépek, mert mindjárt sikítani fogok a félelemből.
Marika, Marcsi. Elden Ring, Marcsi. Nem. Nem adja ki. Pedig azt hittem kiadja. Marika. Na Marika azért. Ő nem rossz. Nézzük csak továbbja. Itt ez mondjuk egy rókép. Fú, hát ez elég homályos. Volt meg elég csúnya arcilag. Mint egy fanart. Hát Marika. Oh, wow, de. Morgan is megmondja. Morgannek áll a pecek. Na de hát. Nem tehet róla, Marika tehet róla. Na, keresünk még valami jót. Hát, ez is Marika. Valamilyen art, ez is. Hát játékból képet nem nagyon találunk róla. Csak úgy nagyjából tudjuk belőni, hogy hogy nézhet ki ő. De hát, nincs vele gond. Illetve, hát egy nagyon nagy gond van vele. Mondom is, hogy mi. Hát, ugye Marika Radagon is, vagyis tud így testet váltani. Egyszer Marika, egyszer Radagon, és a Radagon férfi, ugye, és most mi lenne, ha éppen olyan helyzetben lennénk, hogy Marika gondol egyet, úgy izé közben, és akkor mondjuk inkább prezentálom, hogy ugye Marika ugyebár, és akkor ha Marika gondol egyet, és akkor így hirtelen azt mondja, hát én most én Radagon szeretnék lenni, és akkor így hoppá. Hát, igen. És akkor most ez a probléma. Ez így kicsit illúzió romboló, úgymond. Kicsit kellemetlen helyzet alakulhat ki. És ez eléggé megbotránkoztató, szóval hát én nem is tudom. Ezért én nem adnák egy est. Ezért egy A, szerintem, mert Marik A, ugye, és hát azért jobb, mint Malenia, szerintem. Csak tényleg itt van ez a szerencsejáték benne, hogy vagy megúszod ezt a Radagon sztorit, vagy nem. És akkor, ha nem, akkor az úgy elég kellemetlen tud lenni. Na, ez van. Ez egy A. Szent Trina, bocsánat. Esti Trina ott is van. Szent Trina. Hát ő ilyen érdekes jelenség a játékban, ugye? Ilyen nektárt folyat rá, de hát az mondjuk nem túl jó, mert jobban szeretek én nektárt folyatni, de ez mindegy. Az a lényeg, hogy ő félig ember, félig növény, vagy állandóan alszik, meg de ami nem néz ki rosszul, meg ez a lila szín, ez így tökre jó, amúgy. Meg amúgy ez mindig az alszik. Mondjuk ez rossz lenne, gondolj bele, a Wi-Fi-nak rossz lenne, gondolj bele, hogy hazajössz, meg minden, tökre ki vagy, áll a, túl, inkább úgy mondom, hogy túltem benned a férfiasság, és akkor eljönne a pillanat éjszaka, hogy
könnyítsél magadon, és tényleg meg csak úgy alszik. Mert egy mindig alszik. És akkor jó, persze van az, hogy hát aludjál, baszki, ez kit érdekel. De hát, akkor ez a passzív dolog, ez nem a hosszú távon nem túl jó, szerintem. Legalábbis, hát, kinek mi, nekem nem annyira jön be, de hát épp ezért mondom azt, hogy szerintem ez csak egy B nekem. Hát Millicentnél jobb, Roderick, hát, ja, ez itt a helye, úgy körülbelül. Úristen. Bazd meg, ez mi kell a... Mit keres itt? Hát, Istenem. Mi kell az egy kisfiú, bazd meg. Ott van, hát kilógatja, úristen. Jézusom! Fúj! Menj innen! Jaj! Jaj! Úristen! Megijedtem. Hát ez borzalom. Van olyan kép, ahol rajzoltak neki csöcsöket? Nem hiszem. Ezt mondjuk, várjál, ott láttam valamit. Ott van Mikkel a fasz. Úristen. Hát mi a fasz? Az Marika. Tényleg láttam valamit, amit nem akartam látni. Ja, ott volt fenn, igen. Úr Jézus, hát ez... Szörnyű, szörnyű. Ez egyértelmű. Utána Dan Gitterné egy fokkal jobb. Ha már muszáj kategorizálnom, akkor ezt ide tudom belőni úgy nagyjából. Hát nem voltam erre lelkileg fölkészülve, hogy Mikela is benne lesz. Hát mindegy. Ez van. Ez ki ez? Ez a DLC-s karakter. Mi ennek a neve? Freya. Freya, igen. Hát gondolom nem lesz Pinteresten. Ring Freya. Mit van? Ez az, ja. Ez a pedofáros Freya. Úristen. Nézd, egy teljes alakos kép. Hát... Nagyszerű. Hát mondjuk... Én nem, csak a szettje. Mindegy. Na, Freya. Hát. Ott is van. Ez egy jó kép róla. Már amennyire róla lehet jó képet csinálni. Hát ebből nem tudok kiindulni, sok kiindulni, kitolok, csak messzire nem tudok eljutni vele, hát mit is mondjak erről? Nem tudom, hát ez egy csöves bánat, hát ez jó azért enni, hát, ja, inkább ide. Nem tudom, hát nem látok át a páncélon, hát, de... Feltérezni tudom, hogy nem jó. Nem jó. Ennyi. Ki ez te? Ez Jolánka. Tényleg, Jolán. Eldering. Jolán. Mi? Jolán. Erről egyáltalán nincs is kép. Johant írtam, úristen. Hát baszki. Szörnyű.
Most ezt hogy pontozzam, vagy mit csináljak ezzel? Jaj, úristen, mi ez? Elfogadás és tovább. Nem. 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 Nem fogadok el semmit. Ez pont nem látszik, mert pont itt van a fejem. Na bassza meg, ez így nem jó. Valahogy meg kéne, itt ez jó lenne. Hoppá, itt masz nélkül, aha. Na ezt valahogy... Ott is van. Jól áll. Hát a katonája az jó volt. A játékban. Azt tetszett, de hát most nem katonákat kell kategorizálni. Csöves bánat. Mondjuk neki ezüst haja van, ami amúgy jó, mert amúgy az a legjobb szín hajba. Hát, legyen itt. Vagy hát inkább itt. Azért a hiatta, meg a sabriri szöllő, az... Azért jó. Ez a lada, nem? Ja. Jaj, Mikla, jaj. Ring. Lada. Ott is van lada. Ez mondjuk mi kell a... Egy kép van ladáról, kettő. Ez is lada? Nem. És majd lada, fanart. Ez is szőke, az jó. Nem tudom. Ez a legjobb kép. Csinálsz karca mondjuk. Hát, baszki. Ladáról. Ladáról ennyit tudok mondani. Legyen a csöves bánatok tetején. Nem tudom. Ez ki a fasz? A sisakból ítélve Loretta lenne? Nézzük csak meg. Jaj. Ezeri Loretta. Na, itt van ő, Loretta, igen. Ez a kép van ott. Húha. Hát amúgy... Jó. Ez a fej. Szopós. Hát... Nézzünk pozitívumot, keresünk pozitívumokat. Ő mint lovas, ugye, Loretta, és hát akkor gondolom jártas a lovaglásban, és ez mindenképp pozitív dolog. Hát lándzsás, ért a hosszú dolgokhoz, az is pozitív dolog, ugyebár. Hát nem tudom. Hát, ebből a képből kiindulva, Lorettát én berakom a... Bassza meg azért nem rossz. Roderika és Szele... Nem tudom, inkább... Hát, inkább Roderika és Trina közé. Nekem most így hirtelen ezt tudtam. Hát, nem tudom. Valahogy nekem ez a hely stimmel a szempontjával. Ez meg az izé, hogy hívják, a Vulcano Manornak az izé, főnökasszonya. Mindenki a neve?
Nem jut eszembe. Itt valami tévetűs. Tarnist. Tanít. Ott van. Tanít. Hát tanít. Lehet, hogy jó dolgokra megtanít. De nem tudom. Ebből kiindulva névből elég fura. De mondjuk ez a kép van róla. Ez maszkos. Hát ha maszk van rajta, valószínűleg ronda. Nem? Ez most tanít ez is? Hogy... Ez mi? Ez nem is az. Szerintem ez csak egy kép. Vagy mit tudom én. Tetovált nőről. Nem tudom. Legyen akkor Google. Tanít. Tű, ez itt tanít. Hát, ezt a képet találtam, ami legjobb. Hát most na. Most ezzel mit csináljak? Hát... nem tudok sokat. Nem tudok ebből. Valami... Találjunk ki valami pozitívumot róla is. Hát... Vegyük azt, amikor ugye meghal Rijkaard. Egy nagy kígyó, Rijkaard, és... mikor meghal, ő megpróbálja... elfogyaszt, fölfalni, vagy hogy mondjuk, bekebelezni. És ott eszi Rijkaardot, egy nagy kígyót, ugye, és hát akkor mondjuk tanít, nem tudom, hogy pontosan, tanít, ja. Gondolom, nem riad vissza a nagy kígyók látványától. Ez mondjuk pozitívum lehet annak, aki nagy méretekkel rendelkezik. Szóval, ha ebből indulnánk ki, akkor ez már egy kategóriába följebb, mint ahogy alapból raknánk. Mondjuk a játékban is látjuk, hogy próbálja, nem megy neki, de nem adja föl. Mindig próbál, még meg nem előd, addig próbálkozik. Szóval hát lehet, hogy sem olyan lenne, hogy nem adná fel, csinálná, még nem sikerül. Tudod. Jó, hagyjuk. Hát azt sem tudom, hogy néz ki maszkva rajta. Azért zsábba mocska, baszki. Hát akkor... Freja mellé. Mondjuk testalkatilag jobb, mint Freja. Meg így ruhába is látszik. Szóval így. Ő volt az utolsó. Tanít. Na, szóval. S kategória. Két potenciális S kategóriás jelöltünk van. Ugye Rani és Melina. Hát nehéz döntés lenne, hogyha most fixen választani kéne egyet. A kategória Marika, Malenia, Fia. B kategória Selen, Roderika, Loretta, Sentina, Trina, Millicent, Renala, Nefeli, Hietta és Jolánka. Csöves bánat kategória C, Lada, Irina, Anastasia,
Ria, Latinna, Tenit, Freya. Gusztustalan kategória. D. De lehánynám. Finger Reader Crown. Nincs neve, Finger Reader Crown. Újolvasó, boszorkány, vagy nem tudom. Mikela. És Dangiter. Hát ez volt nekem a Elden Ring waifu listám. Rani és Melina S kategória, ha muszáj lenne választani, akkor közülük választanák. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Iratkozzál föl, és írd meg kommentbe azt, hogy neked melyik lett volna az S kategória. Neked milyen választási lehetőséged lett volna, ha neked is listát kéne csinálja. Csak a S kategória. Le lehet írni a többit is, hogyha valaki nagyon unatkozik. De az S kategóriát, azt azért kíváncsi lennék rá. És hogy miért? Egy kis magyarázatot. Mondjuk az, hogy Mikela, mert úgy néz ki, mint egy csaj, de van valami a lába közt. Na, például egy ilyen kifejtést, hogy miért S kategória, azt írjátok már meg. Köszönöm szépen, majd még csinálunk tier listet, ha lesz miből, most jelenleg nincs miből, majd biztos lesz.